Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb végigjátszás videósorozatban. Egy olyan játékot fogunk ma megnézni, amivel már igencsak régóta tartozom nektek. Aminek már egy ideje... Annak már rég eljött az ideje, mondhatni, de most végre alkalom adódott erre is. Nem más, mint a 2013-as Tomb Raider. Gyakorlatilag ugye, hát a közismertebb nevén a reboot. Szerintem mindenki ismeri ezt a játékot, senkinek nem kell bemutassam. Röviden tömören a csatornához méltóan természetesen itt is teljesen németül fog menni a játék. Német szinkron, német felirat. Azon egyszerű oknál fogva, aki esetleg még nem látta a korábbi Tomb Raider végigjátszásaimat, ott is említettem, hogy a Tomb Raider játékokat én csak és kizárólag németül vagyok hajlandó játszani, én csak így vagyok képes azokat élvezni. Nekem az angol itt nagyon-nagyon, de nagyon nem tetszik. Mármint az egész franchise-ban úgy értem. Na, mindegy. Ennyi info erről elég is. Röviden tömören, ugye természetesen Full HD-ban fog menni a játék, a felvétel. A grafikai beállítások, ahogy lehet látni, a legmagasabban van. Itt azért még vetünk rá egy pillantást. Legmagasabb vagy ultra, a textúra kvalitét, a minőség ugye ultrán van, valamint ugye ebben az epizódban jött be egy új technika, ami a Tress FX névre hallgat. Ez gyakorlatilag a Lara haját teszi sokkal szebbé és realisztikusabbá, ez be lesz kapcsolva. Valamint az érsimításnál az FX Fast Approximate érsimítást bekapcsoltam azon egyszerű oknál fogva, mert enélkül nem csak a növényzet csúnyácska, de Lara haja sem az igazi. Igaz, hogy a textúra részletességből ez az FX kicsit elvesz, egy kicsit mossa a képet, de nekem, számomra így mégiscsak szebb. Egy picit ugyan mosottasabb, de nincsenek azok az izegések, textúra az izegések, de ezt ti is nyugodtan kipróbálhatjátok. Mármint akinek megvan a játék értelemszerűen. Ugye, nyilván itt a tovább gomb, mivel korábban már játszottam ezzel. Még, nem is tudom már mikor, de még nagyon régen egyetlen egyszer végigvittem ezt a játékot. Természetesen új játékot fogunk kezdeni. Ja, hogy lehet, hogy új slotot, na, hát ezt sem tudtam. Jó. Igen, na most, mivel ugye én elég régóta játszottam ezzel, elég rég volt a legutóbbi alkalom, mármint amikor végigjátszottam, nem szeretnék túl sok elakadást, ugyanúgy, ahogy a legtöbb videómban, inkább a könnyű fokozatot választanám, mert újra be kell tanulnom, hogy mi, hogy megy ebben a játékban. Na hát akkor... jó szórakozást kívánok ez a videóhoz, illetve az egész sorozathoz. Még röviden tömören, előreláthatólag, ha sikerül végig vinnem a játékot, legalábbis ha idő engedi, remélem, hogy időm engedi, akkor igencsak hosszú videós sorozatnak nézünk elébe. Ha jól emlékszem, talán még az Underworld-nél is hosszabb, már pedig az Underworld igencsak hosszú volt. Úgyhogy, ja. De remélem, hogy kitartatok. Úgyhogy, én is megpróbálom. Na hát, jó szórakozást akkor, kezdjük is a 2013-as Tomb Raider játékot németül. És én csak. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Ah!
dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Most már mi jövünk? Hoho! Oké, Szia, balra... Itt... Jonah! Elég kemény kezdés után... Chris! Igen. Hilda! Itt vannak... Nyugi, itt vannak a közelben. Tehát elég kemény kezdés után... Runter! Ich muss runter! Meggyújtottuk! Nagyon fog fájni... Hogyha leesünk. Also. Balra? Hát igen. Igen, Lara, ez piszkosul fog fájni. Nem ez, hanem az esés. Jaj. Mai napig borzalmas ezt nézni. De gyűlölöm ezt a jelenetet. Wow. Oké. Okay. Van erre kitartás. Kijutunk. Ki kell jussunk. De bizony. És közben egy kis tech demo. A Trassafix, amit említettem, meg szeretném mutatni. Hogyha találok egy kis megfelelő fényt. Na hát, igen. Azért ez nem semmi.
Ez ugye 4,5 éves játék, 2013 márciusában jelent meg a játék. Hát... Igen, Lara haja gyönyörű. Nagyon jól néz ki ez az effekt. Későd ki a felirat. Hehe, nem baj. Fucker! Neue Ausrüstung! Das war laut. Okay. Nyomba kell tartani az E-t. Igen, tényleg. Kis gyújtogatás. Igen, Überleben ist Instinkt, azt mondja Q betű. Így van. Ez azt jelenti, hogy ott a tűz, azon meg kell gyújtanunk azt a rongyot, vagy azt a... Na, ja, köszi. Ja, hogy még nálunk van a fákja. Jó, csak eloltottuk a vízzel. Jó. Mi volt ez? Na mindegy. És a víz is milyen szépen reagál a játékosra. Nagyon szépen fodrozódik. Gyönyörű, gyönyörű. Hopp! Ej! Ez durranni fog. Ott a robbanó hordó. Minden játékban kell olyan. Na? Uh-oh. Hogy? Hol van? Menjünk. Oda, mász be szépségem. Ó, itt ez a nyavajás. Egyáltalán. Átkozott. Na. Ja, persze, hát hogyne. Igen, igen. És még el is ígyem ezt neked. Menj vissza. Nem. Nem elég, hogy bánt minket, de még hazudik is. Hát most... Wow! Jó, éppen, hogy a víz felett tudjuk tartani a fákját, ez jó. Legalább látunk valamit. Na. Most megint el fogjuk oltani, igen. Azt mondja... Na! Ja, hogyha megmozdulunk, akkor... Jó, nyomba kell tartani, vagy mi van? Várjál! Emlékszem erre... Jó, csak itt tudunk kimászni. Jó. Igen? Itt is van egy. Igen, erre még emlékszem, hogy igen, itt van fönn ez a cucc, és hiszem valamit ott az a csúszdaszerűségen le kell majd gurítani a robbanóhordóhoz? Valami ilyesmi volt, rögtön nézem. Oj! Um,
Aha. Aha. Hát ez nem jött össze. Akkor ott azzal kellett... Jó, és akkor azt hiszem most fel kell oda menni, meggyújtani őket, azokat a tárgyakat, úgy értem, és... Bizony! És így! És bum! Igen, megyünk is, Lara, megyünk. Sprintelni nem lehet, a vízben mondjuk érdekesen néz neki. És azt hiszem itt lesz, hogy... Itt lesz a quick time event, ugye? Itt lesz akad, igen. Jézusom! Azt hiszem valahol... Szentséges Isten! Az, hogy erős kezdés, ez nagyon enyhe kifejezés! Menj innen! Menj! Meghaltunk. Nem tudom, mit kellett volna nyomni. Az a felkiáltó jel az... Balegér? Talán? Epic file! Mondtam már, hogy nem szeretem a... ez nem nyert. Lehet, hogy talán... Jó, akkor megpróbálom a használatgombot. Megpróbálom a használatgombot. Hát ez mekkora fajl, ez mekkora fajl. Harmadik próbálkozás! Ez sem nyert. Mit kell itt nyomni? Próbáltam az E-t, a balegér gombot. Egyik sem jó. Mi a... Na, jó, még egyszer. Igen. De... Hé? Mi? Mi? Hé? Hé? Mi az a... Na, mi az a felkia? Áj. Bocs, csak ezt most meg kell néznem. Itt valami nem stimmel. Ja, hogy... Aha, hogy a nákámfot... Menjetek már, na jó. Na, ezért gyűlölöm mocskosul az összes quick time eventet. Egy undorító dolog. Na, futás! Most már csak sikerülni fog! Na! Így, igen! És akkor ne... Véletlen se azt írják ki a játék, hogy fiú, hülye gyerek, nyomd már meg az F betűt! Nem, odarak egy ikont, és akkor találjam ki, hogy mi az. Hát kösz szépen! Ah, quick time event! Na, nem igaz! Ó! Oh. Érdekesen nézett ki. Oké. Lesz egy utolsó is, ugye? Nem? Kijutunk? Fú. Köszönöm.
Ettől a quick time eventtől én a falra mászok, komolyan mondom, ez katasztrófa. Bár annó 2013-ban ez nagy divat volt, illetve 12-ben is még. Ha emlékeztek, a Far Cry 3 is ugye, hát a boss fightokat is tele voltak aztán. Sorry a spoilerért. Tomb Raider! Á, visszakaptuk az irányítást. Nagyszerű. Hát igen, az ott, hát igen. Na, megpróbálom kicsit közelebbről mutatni le, rád, hát ha... Bár akkor... Akkor kicsit szebb lesz, ha sikerül lemosni magunkról a vért. De azért... Azért... Gyönyörű, na, tehát... Mármint... Nem... Piszkosan nem annyira, de még így is. Annyira szépen megcsináltak az arcát. Elképesztően szép. Na, tehát... Kijutottunk. Hát így néz ki a játék maximumon. Kis God Rays. Hehehe. Na, oké. Ott a mentőcsónak. Hol vannak? Valószínűleg a sziget belsőjében. Ó, itt jön az egyensúlyozás. Oké. Én nem sietek sehova. Hello? Hello? Jó, hogy nekem kell menni. És hogyan kéne egyensúlyozzak? Na. Hello! Szívbaj kerülget. Jussunk át! Oké. Ah, köszi. És hopp! Na! Itt lassan tudunk mászni, de hát a sérüléseket figyelembe véve az nem csoda. És ha jól... Nem, ez még nem az. Akartam mondani, hogy talán itt lesz az első tábortűz, de az még arrébb van. Ó, itt kell felmászni a repülőn! Ajjajjajjajjajj! Ja, igen, emlékszem, igen, majd le kell menni azt hiszem a pilóta fülkébe, és ott is lesz azt hiszem egy quick time event. Ha jól emlékszem, ez az a rész. És természetesen... Így van. Ha nem más, néhány újrapróbálkozásból, de sikerülni fog. Ah! Asso. Yes. Igen. Ott. Nem. Megzavarnak az ikonok. Komolyan mondom, összezavarnak. Miért nem lehet a billentyűnek, a beállított billentyű nevét odaírni, hogy E, F, C, Z, Escape, akármi? Miért ilyen ostoba ikonokat kell használni? Ezt nem fogom megérteni! Mondtam, hogy elsőre nem fog menni. Igen, megyek már. Fogd meg!
Uh-oh. Jézus, szentséges Isten. Na mi lesz még itt később? Ó, mibe vágtam a fejszémet. Én itt oldalt el tudok lavírozni? Itt el tudok. Aha, jó. Hú. Ó, itt is a repülőgép maradvány. Sam's tasche. Sam, nem más, mint Samantha, a barátnőnk. Na, Lara barátnője. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Hoppá, egy videókamera. Gyufa? Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Bizonyám, hogy meg kell találjuk őket. Aha. Jó, hát most igen, ez a instinct, ez olyan nagyon sűrűn szerintem nem fogom használni a játék folyamán. Az első végigjátszás alatt sem használtam, mert... Jézusom. Na! Na! De szemét az a játék! Hát esélyem nem volt ott elkapni. Láttatok, nem is írta ki az ikont, hogy el lehessen kapni. Mert ez kriptelve volt. Most esik le, hát persze. De ez akkor is nagyon alattomos húzás, az ilyen. Vaj. Na most jutunk. Farkasok? Most jutunk el az első táborhelyhez, ugye? Madarak? Hú! Ezek berepültek a sziklává, milyen mi volt ez? Ah, igen. És akkor azt hiszem most Rod fog jelentkezni. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Jaj, ez a klisé. Persze csak egy ufa van, hát hogyne. Tipikus amcsi klisé. De Lara továbbra is gyönyörű. És legalább a vér végre eltűnt róla. Ha mondjuk... Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran.
Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Na, láthatunk egy kis bejátszást a videókameráról, hogy hogyan is kerültünk ide. És a barátainkról. Már nem mindegyik a barátunk, nyilván, főleg a Whitman, aki egy ripacs. Hiába dicsekszik annyira doktori címeivel, attól még egy unszimpatikus emberke. Okay. Na te... Hát... Moment, den Bogen kann ich brauchen. Igen. Az előbb mondta, hogy kell találnunk élelmet. És a nyilat is. Felvesszük, valamint majd az íjat is. És akkor hamarosan itt lesz ez a híres, ominózus jelenet, amikor Lara majd... Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Igen, azért megyek éppen. Ich brauche eine Waffe. Igen, tudom. Édes Istenem. Tehát amikor Lara majd ugye lelő egy szarvast, és hát muszáj annak a húsát megszerezni. Ich schaff das. Csak ne essél még egy tüskébe. Oké. Okay. Most mit kell nyomjak? Hallo? Ach so! Most, kapd el! Prób-
provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Heute ermüdet, ne? Ich erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Konzentration. Oh, dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Zoomon is lehet. Mi a fene? Ezt nem tudtam. Elég szép a folyó, nem? Na, keresünk egy szarvast. Ami nem erre lesz, csak megnézem, hogy van-e itt még muníció. No. Muníció, no. De csak elég lesz a 12 darab. Csak nem lövök majd olyan sokat mellé. Aha. Állj! Was ist das? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Einfach 6 Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Ach so. Aus dem Tagebuch eines Soldaten erwähnt ohne Dämonen der japanischen Folklore. Was könnte das wirklich gewesen sein? Ach so. Ez egy katonától van, aki Onit említi, aki állítólag egy démon. Hogy Oni üldözi őket. Ja igen, hogy lehet gyűjteni cuccokat. Tényleg. Na most 54? Szentséges Isten. Jó, hát ez a végjátszás nem 100%-os lesz, ezt most le tudom szegezni. Nem azon lesz a hangsúly, hogy összeszedjük mindent. Nem úgy, mint a Blood Dragonban. A Blood Dragonban ugyanis azért picit egyszerűbb volt ezt végrehajtani. De itt ez nem lesz prioritás. Itt elsősorban a sztorit szeretném nektek prezentálni német nyelven. Illetve... Ja. Követjük a folyót, az a biztos. A folyó mentén mindig akadnak állatok, hiszen ide jönnek inni. Ahogy a madarak is. Danke. Nem is kell egy... Halló! Maradj! Ne! Elfutott a kaja. Na mindegy. Madarat nem tudunk lenyilazni szerintem. Hello! Attól még nem kell támadni. Ott van! Megpróbálok egy headshotot adni, de... Hoppá! Jó, hát a headshot az nem volt egyszerű, össze-vissza mozgatta a fejét, úgyhogy... Persze, most te is jössz! Tudod mit? Őt nem bántom, elég egyet leteríteni. Hiszem a trailerben ez a jelenet volt, ha jól emlékszem, még a megjelenés előtt, vagy nem? Lehet rosszul emlékszem? Hát ez elkerülhetetlen.
Na most ugye, igen. Okay, zurück zum Lager. Igen, rögtön megyünk. Ehhez a feature az annyit ugye, hogy sokan Lager. Azt... Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Igen, ugye, ez a feature, amikor hát ugye élelemgyanánt ejtjük el ezt a vadat. Ugye sokan azt nehezményezték a játék megjelenésekor, hogy ez csak és kizárólag a játék ezen szakaszában, tehát az elején kell csak megtennünk. Később erre egyáltalán nem lesz szükség, tehát később már Lara idézőjelben nem lesz éhes. Ugye, tehát... És ezért sokan értetlenkednek, hogy akkor az elején erre miért volt szükség. És teljesen jogos. Amúgy én sem teljesen értem, hogy itt az elején el kell ejtenünk egy vadat, éjség. Jussi! Állj meg, Jussi! Hogy el kell ejtenünk itt egy szarvast, hogy ne halljunk ilyen, akkor később miért nem? Tehát, ja, hát... Érdekes. Hol tűnt a Jussi? Itt láttam egy Jussit, hol van? Jusszó-muszó. Lelépett. Ez itt mi? Jaj, csak föl tudunk mászni. Jó. Na, most visszamegyünk egyszer a... Hello? Ó, többen is vagytok. Nem én voltam. Ott van! Ott a Nyuszi! Ott a Nyuszi! Állj meg, Nyuszi! Hadd lövöm le! Állok kínzó! Még egy Nyuszi! Nem, őt nem bántjuk. De aranyos. Hol vagy? Ja, többen is vagytok. Na, oké. Igen, menjünk vissza a táborhoz. Visszamegyünk a táborhoz. Aha, vigyük oda a húst. Hát gondolom, ott a tábor tűz segítségével megsütjük a húst, és utána meg tudjuk enni. Igen. Jó. Egy pillanat. Erre mi van? Jártunk már erre? Aha. Itt mi van? Ahó. Eine Art Behälter. Wer Geocache. Hat das zurückgelassen? Nem tudom. Geocache. Mi is ez a geocache? Nem. Dokument. Azt hiszem valahol itt ír. Nem itt. Vagy? Dokument. Fähigkeit. Nem. Ausrüstung. Nem. Reliquien. Nem. Oké. Okay. Akkor nem emlékszem, mi az a geocache. Oké. Okay. Null. Jó. Majd csak megmondja a játék, hogy mi az. Itt én le tudok menni biztonságosan? Jaj! Igen. Most nem tudom, hol vagyok, és hogy ez hova vezet. De jó helyre, oké, jó helyre. Lagerplatz. Fähigkeit. Igen, itt van. Igen, a képességek. Igen. Lehet fejleszteni. Azt mondja, hát ez ide Augen offen, schwer zu finden der Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ritkább állatokat is meg tudunk találni segítségével, de hát ugye ez már megvan. Ez azért van meg, ugye ez DLC miatt van meg. Nekem több DLC is megvan a játékhoz, azok telepítve vannak, és az egyik az, azt hiszem, pont ez, ha jól rémlik.
Van itt még egy. Azt mondja, a Rang 2. Wissen Sie, Kletterkünste, um sich schneller vorzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Hát a mászást fejleszti. Gyakorlatilag és magasabb helyekről tudunk sérülés nélkül leesni. Aha! Ezért nem sérültünk meg. Jó, oké. Igen. Mi van itt? Aha, hogy... Az előbbi az überlebt. Ah, igen, két kategória van. Ach, so geht das. Jó. És akkor... Sicheres Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit dem Bogen zu ziehen. Több időnk van, több időnk lesz célozni a íjjal. Jó, legyen! Halló? Halló? Ezt nem vehetem meg? Nem vehetem meg? Miért nem vehetem meg? Ist hier los? Überlebenskunst. So ist hier belohnt bei Plünder von. Igen, a kifosztás során ez a képesség, ez hát több alapanyagot ad. De mi? Ez sem engedi. Jó. Visszakapjuk a... Aha. Jó, oké, én vagyok stupid, jó. Hát akkor kérném ezt. Akkor kérném ezt, hogy pontosabb célzás gyakorlatilag. Doppelzo lange. Hát... Vagy... Egy pillanat, lehet, hogy jobban járnánk, hogyha visszakapnám a nyilaimat, amit kilőttem. Az ellenségből vissza tudjuk nyerni a nyilakat. Hát akkor inkább ezt kérném. Igen. Igen, inkább ezt kérném. Köszönöm. Majd a célzás később fogjuk... Überleben upgrade, 34%, 3 megvan. Aha, és itt pedig 0. Hát, majd idővel ezek is meg lesznek. Oké. Fékály pont. Igen, az megvolt. Megvolt. Schließen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig! Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Na, hát azért, mert igen, talál egy kiutat az erdőből. Ugye Conrad Rothhoz kell eljussunk. Muzik? De most, na várjunk csak. Most Lara nem evett a húsiból? Vagy most itt meg van sütve, akkor most miért nem eszünk? Vagy azon már túl vagyunk? Na mindegy. Aha, tehát nincs hagyományos mentés, tényleg ezt is elfelejtettem. Jó, oké. Egyelőre ennyit terveztem az első részben, szerintem így is bőségesen jutott bele tartalom.
És következő részben megnézzük a zene forrását. Na, remélem tetszett a bevezető videó, az intro videó ebbe a videósorozatba. És remélem nektek is tetszik a játék így németül is. Szerintem továbbra is teljesen hibátlan és kiváló a német szinkron. Persze itt ugye, mivel Lara sokkal-sokkal fiatalabb, így más a német hang is, de az angolban is más színésznő szólaltatja meg a főhősnőt. Na, úgyhogy innen fogjuk folytani a következő részben. Ha jól emlékszem, itt volt a checkpoint, legalábbis nagyon remélem, hogy volt itt a checkpoint. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok meg legközelebb, és innen folytatjuk tehát a 2013-as Tomb Raider-t. Sziasztok!